szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek erre a megnyitóra, ami igazából nem is csak egy megnyitó, hanem a Jelenlét Fesztiválnak az elindítása. Ez a fesztivál egy egyetemi képzéshez kapcsolódik, egy kurzushoz, amit művészeti instruktor szakos hallgatóknak hirdettünk meg, ugyanis ebben az évben az egyetemen elindult a művészeti instruktor képzés. Ami egy nagyon új képzés, nagyon új szak, nagyon izgalmas, ráadásul nálunk itt az egyetemen három specializációval indult, képzőművészeti, mozgóképművészeti és zeneművészeti specializációk vannak. És azok az emberek, akik itt fognak végezni, azok művészetközvetítéssel, művészetszervezéssel foglalkoznak majd. Ilyen képzési forma korábban nem volt, voltak mások, amik hasonlítanak ehhez, de ilyen képzési forma, ami magas szakmai tudásanyagot is ad, de valóban a szervezésnek mindenféle rétegét is felmutatja, ilyen nem volt korábban. És úgy gondoltuk, hogy ha már ilyen kivételes nálunk ez a szak, hogy három művészeti ág kapcsolódik bele, akkor legyen egy olyan fesztivál is, vagy legyen egy olyan programunk, ahol a három művészeti ág együttesen jelen lehet. És akkor ez lenne a Jelenlét Fesztivál. Kérdéses volt még fél év elején, hogy valóban el tudjuk-e indítani, hiszen mégiscsak egyetemi keretek között kezdtük el szervezni, de nagyon örülök, nagyon boldog vagyok, hogy ez sikerült, és persze ez a hallgatóknak köszönhető. Két napos a fesztivál, de inkább esti programjaink vannak. Terveink szerint jövőre is megszervezzük, tehát hagyományt kívánunk teremteni. És ebben az évben inkább a mozgóképművészetisek és a képzőművészetis hallgatók azok, akik részt tudtak ebben venni, de zenei programot is kínálunk. És akkor a legelső esemény, amivel megnyitjuk ezt a fesztivált, az a pop-up kiállítás, csak egy napig látható, úgyhogy nagyon kuriózum mindenki számára, itt van, most kell nagyon mélyen és alaposan megnézni, fantasztikus műalkotások kerültek ki a falra, de erről Kishagyi Marcell fog inkább beszélni, aki maga is művészeti instruktor, szakos hallgató. Átadom a szót. Köszönöm, tanárnő. A mai pop-up kiállításban egy merítést lehet látni az Egerhez kapcsolódó alkotók munkáiból, melyek erősen reflektálnak ugye a jelenlét témájára, ami a fesztiválunk neve is. És emellett a hallgatók részéről azért nagy köszönetet szeretnék kifejezni a tanárnő részére, aki nélkül nem jöhetett volna létre ez a kiállítás, hanem kezdi el és maga a fesztivál, hanem kezdi el ezt szervezni. És nagyon reménykedünk, hogy tényleg hagyományalkotó lesz ez az egyetemen. Az itt kiállított művészek, mint ahogy már mondtam, mind Eger környékéről, vagy Egerből származnak, vagy kapcsolatot tartanak fent az itteni egeri művészeti élettel. Most, hogy jelenlét, nagyon érdekesen példázzák maguk a művek, melyek vannak olyan művek, amiknek az alkotói nincsenek jelen, de mi történik a műalkotásokkal? Valahogy a művész jelen van, úgy is, ha fizikálisan ő nem lehet itt. Ezzel rendkívül sokáig el lehetne játszadozni, különösen, hogy ez a célja is a kiállításunknak. És tényleg, mint ahogy tanárnő mondta, ezt a kiállítást sajnos csak egy napra tudtuk megszervezni, de mindazonáltal az összes művésznek köszönjük, aki kiállította itt a műveit, ide adta a kiállításra az alkotásokat, valamint megtisztelt így vagy úgy a jelenlétével, és rendkívül köszönjük akkor az Urániának, hogy biztosította ezt a teret. A jelenlét ugye egy elég tág és nagy, fogalmazunk így, problematika a filozófia területén, már, mint ahogy Descartes is mondja, cogito ergo sum, gondolkodom, tehát vagyok. Viszont az, hogy valaki van, és megképzi magát a térben, mint létező lény,
az hogy kapcsolódhat össze vajon az alkotás metódusaival, és ez vajon a néző felé hogyan közvetítheti valamilyen materiál át a szellemi létezőt, ami megfogalmazódott a létező regnáló alkotónak a tudatában. Ez egy rendkívül jó kérdés, és mindezeken át nagyon egymásra hangolva és szisztematikusan lehet lekövetni ezt a körülöttünk látható alkotásokban. Valamint az is egy hatalmas nagy kérdés ez esetben, hogy hogyan kapcsolódhatnak össze a különféle médiumokon lévő alkotások. Ugye, mint ahogy tanárnő említette, itt ugye nem csak képzőművészeti képzés van, hanem van mozgókép és zene is. Sajnos most a zenéről le kell mondanunk. Viszont így is egy részben ugyanis lesz azért abba is betekintésünk, de itt főként, mint ahogy láthatják, a festészet és a filmművészet lesz terítéken, és ezeknek a kapcsolódási pontjai rendkívül jól lehet majd érzékelni az este folyamán, és még a holnapi, de főként ott is az esti programokban. Tanárnő esetleg még valami gondolat. Köszönöm szépen. Én gondolatot csak inkább információkkal egészíteném ki. Ennek a kiállításnak két kurátora van. Thomas Daniel és Mizsák Gergő. Igen. És a zenét pedig ma este nekünk Görzsöny Ádám szolgáltatja. Nagyon szépen köszönjük. Ezután itt most egy kicsit még beszélgetünk, mindenkit szeretettel várunk egy kocintásra, meg apró süteményt lehet enni, sósüteményt, és utána 17:30-tól fog folytatódni a szakmai program, mégpedig a filmes workshop-aliben, a moziterében. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit a vendéglátásra és meg a programra is.